akinek még nincs programja szilveszter éjszakájára, ne keseredjen el, Székesfehérvár idén is jó hangulatú bulit kínál azoknak, akik a belvárosban búcsúztatják az új évet és köszöntik az új esztendőt. Idén is a Zicsiligetnél felállított színpadon zajlanak majd a programok. Az estet az Acerdus Tűzszínház előadása nyitja 20 órakor, majd DJ Mina szolgáltatja a legjobb zenéket. Este 10 után lép színpadra a Discover Band, akik a legismertebb Abba, Bonnie M, Eruption, Ottavan, Gloria Gaynor és Donna Summer dalokkal idézik meg a 70-es, 80-as éveket. A zenekartól a stafétát Kátai GR veszi át hajnali 2 előtt, és lendületes slágerpartival zárul majd a városi szilveszter. Székesfehérváron évek óta a szerencsehozó lencse rendezvénnyel kezdődik az új esztendő. A hagyományokat követve így lesz ez 2023. január 1-én vasárnap is, amikor az Alba Pláza előtti téren várják a néphit szerint bőséget hozó lencse főzelékkel a fehérváriakat. Az esemény ezúttal is a város önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága és az Alba Pláza összefogásával valósul meg. A Magyar Honvédség Gulyás ágyúiban és a Rostási Hagyományos Konyha Kft. Fazekaiban készülő ízletes főzeléket délután 2 és 4 óra között kínálják egy pohár meleg teával együtt. Szombati menetrend szerint járnak a helyi járató autóbuszok január 8-áig Székesfehérváron. A téli szünetet követően a közgyűlés döntésének értelmében a korábbi menetrend lép újra érvénybe. A járatok a megszokott számban fognak közlekedni január 9-től is. A közgyűlés döntésének értelmében tehát elhalasztották a tervezett járatszám csökkentés bevezetését Fehérváron. Az önkormányzat így segíti a lakosságot, hogy a magas üzemanyagárak miatt minél többen vehessék igénybe a közösségi közlekedést. Az új esztendő első tanítási napján tehát nem lép életbe a tervezett változás. A járatok a megszokott menetrend szerint fognak közlekedni a városban január 9-től is. A nagy érdeklődésre tekintettel az új évben is közlekedik majd a fehérvári fényvonat. Az ünnepi díszbe öltöztetett gumikerekes járművön ülve, ünnepi dallamok kíséretében csodálhatjuk meg a különleges fényeket a Várkörúton és a Zicsiliget körül, a menetidő körülbelül fél óra. A fehérvári fényvonat 2023. január 5-én és 6-án 16 óra 30 perckor és 17 óra 20 perckor indul. A jegyek gyorsan fogynak, a szabad helyekről a 0622 537 261-es telefonszámon, illetve az idegenvezetés@székesfehérvár.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Helyszínen jegyet váltani csak a szabad helyek függvényében lehet. A fényvonat a Városház térről a zeneiskolától indul, és oda is érkezik vissza. Itthon nem sikerült az, ami egy hete Bécsben. 4-1-re legyőzte az osztrák jégkorong ligában a Vienna Capitals a házigazda Hidrofehérvár AV19 együttesét. A vendégek az első és a második játékrész elején vették be Roa kapuját, a hajrában Sarauer szépített. Az utolsó percekben a házigazda mindent bevetett az egyenlítés érdekében, ezért lehozta kapusát, ezt azonban kihasználták a bécsiek, akik két üres kapuba ütött góllal végül 4-1-re nyertek. A Fehérvár 31 mérkőzés után 48 ponttal továbbra is a 7. helyen áll, 2 pontra a garantált negyed döntős szereplést jelentő 6. pozíciótól. Az Alba Fehérvár KC meglepetéssel búcsúztatta itthon az évet, és parádésan szerepelt a papíron erősebb, és az európai kupaporondon is érdekelt vendégével a Váccal szemben. A női kézisek számára győzelem reménye is felcsillant, ám végül 1 ponttal gazdagodott Józsa Krisztián együttese. Az első félidő inkább a vendégeké volt, 2 gólos előny volt náluk a szünetben. A házigazda remekelt a fordulás után, és 3 góllal elhúzott, 6 perccel a vége előtt a 4 gólos győzelmet ígérő különbségért támadhatott. Ám jött az újabb, fehérvári szempontból kedvezőtlen fordulat. A Vác 3 perc alatt ledolgozta hátrányát. A meccslabda Stosics kezében volt, aki a felső lécre lőtt. Diadal helyett egy nagyon értékes 24-24-es döntetlen lett a vége.